25. februára miestna organizácia Slovenského Červeného kríža usporiadala tohtoročné prvé dobrovoľné darovanie krvi v miestnom kultúrnom dome. Február 25-én a Szlovák Vöröskereszt helyi szervezete megszervezte az idei első véradást a helyi kultúrházban. Na dobrovoľnom darovaní krvi sa celkovo zúčastnilo 20 darcov, z toho bolo 5 žien. Radosnou správou je, že počet darcov vzrastol o 3 osoby. Akcia prebiehala ako zvyčajne, na konci nemohol chýbať ani guláš, ktorý varil predseda organizácie. A véradáson összesen 20 jelentek meg, közülük 5-en a gyengébb nem képviselői voltak. Örvendetes tény, hogy 3 új fiatallal nőtte az önkéntes véradók száma. A véradás a megszokott ütemben zajlott, a végén nem maradhatott el a gulyás sem, melyet a szervezet elnöke főzött.